Szevasztok, Bobi vagyok, és az Emaki jóvoltából sikerült ma is kapnunk egy csodálatos hektes kertészeti terméket, hogy azt aztán bemutassuk nektek. Gyertek, nézzük is meg! Na és mit látunk bent? Egy csodálatos Hecht 5041-es akus fűnyírógépet. Vegyük is ki a dobozából. Fűgyűjtőkosár, 50 liter. A Hechtről gondolom sokan hallottatok, egy cseh cég, és tényleg, ami a kertbe található barkács dolgok, kertészeti cuccok, mindent gyártanak most már, akkumulátoros, elektromos, benzines kivitelben. Mi most ugye az aksisat fogjuk kipróbálni. Nagyon fontos, hogy amikor beállítjuk, három pozíció van. Megpróbálom inkább a legmagasabbra, mert mindenki a testmagassághoz igazítsa be ezt az egészet. Hihetetlen könnyű az egésznek az összeszerelése. Ugye van két felfogatási pontunk, az egyiket már fölraktam, a másikat azért tudom, hogy hova kell rakni, mert van itt ugye egy fekete műanyagunk, egy núttal ellátva, amiben bele fogjuk magát a kábelt vezetni. Na, most már összeszereltük a gépet, berakjuk a fűgyűjtő kosarat a helyére. Nagyon figyeljetek oda, vegyétek le ezeket a műanyag élvédőket, mert különben nem tudjátok fölrakni a kosarat. Beakad, hopp, voilà. De még mindig valami hiányzik, mégpedig maga az akkumulátor. Az akkumulátornak itt van magának a helye. Ezt is megmutatjuk. Az 5041-es Hecht akkumulátoros fűnyíróhoz nem tartozik se az aksi, se a töltő. Ezt külön kell beszerezni majd. Fémházas, tehát bírja a strapát. Az első ránézése is érezhető volt, hogy ez egy erős gép. 41 centis a vágó szélessége. Itt tudjuk állítani a vágási magasságot. Nagyon fontos, hogy a fűnek a magasságához állítsuk be fűnyírónknak a magasságát is. Egy akkumulátor fér bele, és egy aksi feltöltése, ami körülbelül van 150 perc, 600 négyzetméterre ajánlják. A Hechtnél háromfajta akkumulátor erősséget különböztetnek meg. Ez az 5040B, ami nagyon fontos, hogy a Hecht 5040-es akkuprogramba 22, tehát 22 különböző terméket tudtok használni, hogyha ilyen fajta akkumulátorokat vesztek. Ezek már ugye mind lítium-ion akkumulátorok, tehát magas élettartalmúak. Összeszereltük a gépet, beállítottuk a vágásmagasságot, beraktuk az akkumulátort, most már csak életet lehelünk a gépbe. Fölemeljük, berakjuk, és ugye egyes állásba, mert ugye itt van nekünk egy fekete kis pöckünk, most nulláson van, elfordítom, nem sokat, 90 fokot forgattam rajta. Egyesen van, becsukom, és ha mindent jól csináltunk, elméletileg menni fog a gép. Na, akkor a puding próbálja az evés, kipróbálom ezt az 5041-es hektes akkus gépet, utána még egy pár szót mondok róla. We'll be right back.
Jó hamar megtelt a fűgyűjtő kosarunk. Túl vagyunk az első métereken, Hecht 5041 akkumulátoros fűnyíró vélemény. Ez első szó, ami eszembe jut, az tényleg a komfort, komfort érzés, mert én tényleg azoknak az embereknek ajánlom, akik maximum olyan 600 négyzetméternyi fű területtel rendelkeznek. Én két akkumulátorral vásárolnám meg, mert míg az egyiket használja az illető, a másikat lehet tölteni, és a benzines, valamint az elektromos fűnyíró gépeknél jobb ez a termék, mert nem kell bíbelődni a kábellel, és nem kell az üzemanyagot mindig után tölteni. Ha tetszett a termék, akkor feltétlenül látogassatok el az emaki.hu weboldalra, válogassatok, nézzétek meg, hogy milyen termékek vannak, és ha használjátok, rendeljétek meg őket. Sziasztok!